Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt Podcast Hungary YouTube csatornán, következő videóban. Mai videóban haladunk egy kicsi Forma 1-es vonallal tovább. Ezt a szuper kis matricás multipacket fogom kinyitni. Ugye az egyik mérpekes videóban, amit ide fogok belinkelni, itt tudjátok meg megnézni. Ugye láthatátok, hogy rendeltem három ilyen matricás multipacket, abból most az egyiket kibontjuk, hiszen már nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen szuper kis matricákat bontunk. Még ugye bontottunk már fémdobozt is, starterpakkot is bontottunk, úgyhogy most megnézzük a multipacket is, hogy mit tartalmaz. Ugye 80 darab matrica lesz benne, elképesztően sok, 8 csomag van benne, ugye egy matricás csomagban 10 darab matrica van. Olaszországban 8 euróba kerül. Nagyon szépen néz ki ez a kis multipack ezekkel a képekkel itt. Igazából a matricák vannak ide bevágva, milyen ugyanezek a képek megvannak matrica formájában is itt a csomagokban meg lehet találni. De azt mondom, bontsuk is ki, nézzük meg, hogy mit tartalmaznak. Már nagyon vártam, hogy kibontsuk ezt, és írjátok meg kommentben, hogyha szeretnétek még látni a másik két multipackről is videót, ilyen bontogatós videót. Nagyon szerettem ezt a Forma 1-es szériát. Azt is nyugodtan írjátok meg kommentben, hogy ti nézitek egyáltalán a Forma 1-et. Ha nézitek, kinek szurkoltok, ki a kedvenc csapatotok, ki a kedvenc pilótátok. És közben itt is van a 1, 2, 3, 4. És itt van még 4, ha minden igaz. Így is van. Ide egybe tesszük, és én azt mondom, hogy bontsuk is ki. Óvatosan, hiszen lehetnek benne ilyen nagyobb matricák, amik azért könnyebben tépődnek. Hát annyira óvatos voltam, hogy így úgy bontottam ki, hogy sehogy, ahogy most is. Így most már azért csak könnyebben jön ki. És nézzük is. Az első matricánk egy Grosjean, akinek hatalmas balesete volt még decemberben a Szahíri nagydíjon. És van egy újra aláírt, nyomtatott, aláírt kis matricánk, Perez. Perez matricája eszméletlen király, nagyon szépen csillog. Nagyon jól néz ki, hogy így rá van nyomtatva egy kis aláírás, rettentő ötletes volt ez a Topstól. Tényleg elképesztően jól néznek ki ezek a matricák. És alatta van még egy Okonnak az aláírt matricája. Ez is nagyon királyul néz ki. Eszméletlen gyönyörű ez az album. Alatta Latifi, van nekünk egy újabb sisak matricánk, szintén Grosjeanhoz kapcsolódik, ide is tesszük. Próbáljuk, nem tegyük különböző, mert ugye matricáknak a nagyságát így szépen egymásra tenni. Van nekünk egy Daruvalánk, ugye F2-es versenyző, és alatta jönnek ezek a kis fektetett, kivágott képek. Pont itt is van az egyik kép, ami ott volt a multipacknek a elején. Force India Racing Point szágult rajta. Van nekünk itt egy Sainz McLaren, alatta Grosjean, és a végén, és hát közben van még nekünk egy Fettel, ahogy épp elfékezi. És menjünk is tovább itt a második csomagra, hiszen még nagyon sok matricát kell itt kibontani. Egy nagy matricával kezdjük, Giovinazzi, nagy matricája, csillogósok közül, szintén Giovinazzi, az első elfektetett, és van nekünk még egy Bottas, ahogy éppen örül a pole pozíciónak, vagy a győzelemnek. Nagyon szuper. Van nekünk egy újabb, gyorsan akartam mondani, sisak matricánk, Okon újra, és akkor jönnek, ja nem, még bocsánat, van még nekünk itt egy újabb Gilhermink, és itt egy újabb F2-es versenyzőnk, Gilherme, és akkor most jönnek ezek a fektetett matricák. Williamsről van az első kép, alatta Alfa Tauri, utána szintén Giovinazzi, és utána egy Hamiltonnal zárjuk a sort. Nagyon szépen néznek ki, és a matricák minősége is eszméletlen jó. Semmi pixeleződés nincsen bennük, hogy az albumban se, az album is nagyon király. Egyik legjobb ilyen gyűjtőalbum, amit láttam eddig. Úgyhogy nézzük is a harmadik csomagot. Nem húzom annyit a beszéddel az időt, mert nagyon sok csomagot kell kibontani, ugye? Van nekünk itt egy újabb Racing Pointunk. Alatta Tsunoda, ugye aki már Forma 1-ben szerepel. Idéntől Hamiltonnak egy örülős képe, nagyon királyul néz ki, és nézzétek meg, tényleg semmi pixeleződés nincsen rajta. Nagyon szuper, Fettel sisakja, aztán van nekünk egy Giottónk, Verstappenünk is van,
illetve újra fektetett matricák, Verstappen, Norris, alatta Alfa Tauri, illetve van nekünk még egy Williamsünk a végén, Latifi jó voltából, és menjünk itt a következő csomagra. Jó vastagok is ezek a csomagok amúgy. Elég kemény, hogy 10 matricát tesznek bele. Nem Olaszországban élnek, akkor nagyon megérni. Hát az a baj, ugye most már a topszos rendelésnél is bele kell kalkulálni, még plusz egy kis vámot a Brexit miatt, hiszen Angliából érkeznek meg, hiába rendelitek a topsz olasz honlapjáról, vagy a németről, franciáról, spanyolról. Menjünk is tovább, van nekünk itt egy újabb ilyen kis állóképünk, és Magnussen most nagyon dobálgatja ezeket az aláírt, nyomtatott matricás, vagy nyomtatott aláírásos matricákat. Forma 1 70. évfordulójának a csillogós matricája, nagyon király. Alatta egy újabb sisak, aztán Raikkonen és Latifi látható a következő két matricán, és újra az elfektetettek, Leclerc, Ferrari ugye, aztán Raikkonen, Alfa Romeo, utána Ricciardo, Renault, és a végén egy újabb Grosjean. Menjünk is tovább. Nézzük ezt a csomagot. Hát ebbe is jön egy újabb nyomtatott aláírt matricás. Vagy aláírt matrica. Valamiért mindig a kártya jut hirtelen eszembe. Itt a sok kártya bontogatás után. Van nekünk egy Ricciardónk itt az álló matricán, és természetesen ott van a nyomtatott aláírt matrica, Giovinazzi. De az eddigi videóban mindig csak egyet-egyet sikerült nyitni, most már kapásból itt van 4, őket tesszük ide szépen középre, hiszen nagyon jól néznek ki. Utána Lando Norris csillogos matricája, Dentictam F2 Ricciardónak a sisak matricája, úgy néz ki, hogy ki van az elsőn a képen, ő van mindig a sisak matricán. Aztán Perez, fektetett lapok közül, lapok, matrica közül Bottas, aztán Sainz, Racing Point, és a végén van egy Russellünk, nagyon szuper. És menjünk is tovább, hiszen van itt még 3 csomag matrica. Nézzük ezt a következőt. Ó, hát nagyon nem sikerült kinyitni, akkor tépjünk bele innen is, és kicsit így próbáljunk befele haladni, úgy is van. Nézzük, hogy mik vannak benne. Jó, rá szokott tapadni. Van nekünk itt egy álbonunk a Red Bullból. Aztán Mick Schumacher matricája. Nagyon király. Nagyon szuper. Örülök, hogy Schuminak nyitottunk egy matricáját. És van nekünk természetesen egy álbon aláírt matricánk is. Nagyon szuper. A végén van nekünk végén. Hát azért még nem vagyunk a végén. Van nekünk itt egy Latifi. Utána egy Magnussen sisak, aztán egy Naruvalánk F2, és akkor egy újabb Fettel ilyen elfékezős matrica, és hát ezt már nyitottuk, akkor most már ez egy dupla, sőt, azt hiszem már triplán is megvan. Giovinazzi alatta Racing Point, és a végén Ocon Renault. Nagyon szuper, és nyissuk ki az utolsó előtti csomagunkat. Olyan, ebben is lesz aláírt? Most már azért nem lepődnék meg rajta. Van nekünk egy Sainzunk, és nézzétek meg, milyen jó minőségű ez a fotó, most ez a matrica, nagyon jól néz ki. Alatta Raikkonen csillogós lapja, aztán Hamiltonnak a csillogós lapja, és akkor ebben most nem volt éppenséggel aláírt matrica. Egy újabb Grosjean sisak matrica, Giovinazzi éppen koncentrál a futam előtt. Latifi is ugyanúgy készülődik a futamra, ez a Giovinazzi kép, ez nagyon szuper. De ez most nekem nagyon tetszik igazából, nagyon szép elkapott pillanat ez, amit rajta van a matricán. És akkor nézzük a fektetett matricákat, Norris, aztán egy újabb Racing Point, Renault, és a végén ott Red Bull. Nagyon szuper, és nézzük a 8. egyben utolsó csomagunkat ebben a videóban. Hát, ha ebből is jön még egy-kettő király matrica. Nézzük is. Okonnal indítjuk meg ezt a pakkot. És ott vannak az aláírt matricák. Grosjeannal kezdjük meg. És alatta ott van Norrisnak is az aláírt matricája. Elképesztő lényegében.
8 csomag van ebben a multipackben, és 7 aláírt matricát szereztünk. Ez elképesztően jó arány szerintem. Sisak matricából is van nekünk itt 2, Norrisé a második. Azt mondja egy újabb F2-es versenyző, ő is ugye már dupla. Fektetett labból Bottas, Merci, Sainz, McLaren, Alfa Tauri, Gasly, és a végén van nekünk még egy Latifinka Williamsből. Hát ez lett volna a matricás multipack bontás. Nagyon sok matricát bontottunk, most így megpróbálom összetenni őket egy kupacba. Mégis milyen sok ez a 80 matrica. Elképesztő, hogy a Tops milyen szuper kis szériát rakott le itt nekünk a Forma 1-ből. Ugye igazából nincsen meghatározva, hogy ez most a tavalyi szezon, vagy nincsen rajta érszem az albumon. De reméljük, hogy ugye lassan kezdődik a következő Forma 1-es szezon, és reméljük, hogy lesz Magyarországon is kiadva kártya, illetve matrica, hiszen nem is értem, hogy a Tops miért csak Olaszországban adta ki a matricákat, és csak Angliában a kártyákat. És nézzétek, ilyen sok matricát lehetett nyitni, azért ezzel eléggé meg lehet boostolni az albumot. Lesz majd album bemutató is, hiszen azért már közeledek a 100%-hoz, bár ugye eddig csak azokat ragasztottam, amiket nyitottunk, ugye a starter pakból, illetve a fémdobozból, de így is már azért majdnem ilyen 70-80 körül van, ha jól emlékszem. Na, nem is húzom tovább a szót, ha tetszett a videó, dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és remélem találkozunk a következő videóban. Sziasztok!